Hellasztok, szevasztok, sziasztok, Lóval ismét itt van. Megköszöntött a nyár, és lezökött rólam a víz. Bár a nyár nem az uncsizásról szól, legalábbis nem arról kéne, mégis hoztam nektek 10 tipik olyan dolgot, amit akkor szoktatok csinálni, ha uncsiztok. Unatkoztok az idősebbek kedvéért. Első, zabálás. Tipik dolog, amikor otthon van, nincs mit tenned, kimész és mit csinálsz, mi van a hűtőben? Már megint semmi! Ha meg van, akkor teljesen értelmetlenül és okafogyottan zabáltok. Erre figyeljetek oda, a brit tudósok bebizították, hogy 10-ből 8 az 2. Mármint, hogy az elhízások nagy százaléka ezek a useless kajások miatt vannak. Kettes, sorozatfüggés. Ha nem is feltétlen csak egyet, vagy kettőt. De egy csomó sorozatot is ráfűtöttek, már valljátok be. Tökéletes unalom műző, de vigyázni kell vele, hogy ezért ne menjen rá az életed. Mondjuk a holnaptalira rámehet az életed. Hármas, ha nincsenek barátaid, akkor beszéljél csak Siri-vel. Hey Siri! Siri! Siri, hozzám jössz feleségül? Már ha akar veled beszélgetni. Négyes, énekelges otthon, nyugi, senki nem hallja. Rendkívül jó unalomúzó, és magadat is boldogabbá teszed. Nincs éppen kivel beszélgetni. A legjobb barátnőd mindig foglaltat érez. Nem hiszem el, hogy sose tudod felvenni szinti. Bár tudom, hogy furának tűnik, de beszélgess a kutyáddal, a macskáddal. Bár nyilván nem fogna teljes mértékben érthető választ adni, de tök szórakoztató tud lenni. Annyi pacsit füles! Az is jó, ha odak a kéz. Uncsizó, itt az idő, hogy rak rendet! Kész, takaríts egy kicsit és tedd rendbe a környezetet, mert amiben élsz, olyan a lelked is. Bár fura hangzik, kedves gyerekek, de biztos is beszélgetetek már magatokban, amikor uncsiztatok. Tudom, hogy egy picit paránnak hangzik, és ha valaki meglát, akkor az is. De csomó problémát, frusztrációt ki tudsz magadból beszélni, hasznos. Hát most már nem tudom, hogy addiknál tartok, de tuti ti is szoktatok a neten keresgélni. Nem csak mások profilját nézegetni, hanem hirtelen elkezdett visszakeresgélni saját magadra. Ha, so cute, so handsome. It's me. Szoktátok csinálni? Igen, tudom. Ó, tudom. Vlogol ennyi volt mára, most kijelentkezik, és ne felejtjétek el csekkolni holnap a Randi Guru vlogot, amiben elképesztő... Mit kaphatsz? Szerelmi tanácsokat kaphatsz egy igazán érett személytől. Iratkozzatok fel, ennyi voltunk mára, szevasztok, pacsi!